Mi lesz, elég fenn vagy? Visszajöttél. Visszajöttem. Hát, ha meggondoltad magad, és hajlandó vagy bevallani a gyereket. Hát, mondjuk ezért kár volt visszajönnöd. Akkor megyek aludni. Ja, várj, egy kicsit várjad el. Várjad. Na, hogy komolyan aludni akarsz. Komolyan, hát mehetve nem lehet aludni. Én megyek. Ide nem mehet be. Mi az, hogy nem mehetek be? Hát hol vagyok a kávéházban? Aludj, ahol akarsz, de itt nem fogsz. Nem vagyok valami elegánsabb sodor közben. Itt a nem létező, gyere! De mit vett fel maga szerencsétlen? Az úgy meg a csomagban. Azért nem akartál beengedni a hálószobába, mert tudtad, hogy ott van a gyerek. De olyan te tévedsz. Miről beszél ez itten? No. Hallgass, te kölyök! Jászmin vagyok, az anyád férje. No. Nem mondom, hogy tévedsződő. Nem. Halld be nekem, hogy ez itt az anyád. Az anyám? Az anyád. Szabadom a mátnak csokon? Akkor jó. Anyu! Anyu, cső! Maga, hogy jobban nekem, mert nem az én fiam, jó? Nem! Nem! Képes majd megtagadni az egyetlen gyermeket? Aki gyermeki csokkal akar csüngeni az ajtadon. Mama, nem fogadtam csüngeni sehol se, jól? Ennyi minden is az. Szégyeld magad! Mi van? A ilyesmiért örök nyomod? Hagyd! Egy serdülő gyerek, zsenge lelkében! Igen, akkor a nyomok vannak itt bennem, hogy az egy csuda! Hát és azt látnád, hogy hogy serdülő. Jaj, akarjon fejbe, vágj! Istenem, Istenem, gyere ide hozzá, kicsi fiacskán, ülj egy apuci mellé, nyugodjál meg! Ja, én szerencsétlen árva, gyere! Hát de komolyan magak az ember, azonnal mondja meg, hogy maga kicsoda! Fél, hogy is írna? Kicsi vagyok az apátlan. Majd te tödön, te hiszel az eféle hazugságban, hát nem látod, hogy ez nem egy gyerek, hanem egy férfi. Igen, ezt a tanító bácsi is mindig mondja, hogy te kicsi, hát te már úgy ki vagy fejlődve, mint egy kész férfi. Na, és hova jársz, kiskit? Hova járnék a Szabolyban, mindenki oda jár. Na, hallod, most elszólta magát, a Szabolj az egy lenyúj. Igen, de én azért járok a Szabolyba, mert engem oda szokott vinni a tanító bácsi, mert mindig azt mondja, hogy te tyütyű, te olyan okos vagy, hogy veled mindenről lehet beszélgetni. Miről szoktatok beszélgetni? Miről? Na szerinted miről? Hát a nőkről? Hát miről beszélünk? Hát a Bolein Annáról, meg a Lukrécia Orgia néniről. Ugye történelmi alapokról? No. Igen. Nagyon távol kerültünk ettől a csüngéről. És én csüngeni akarok, édesanyámat! Elég! Azonnal csókold meg ezt a gyereket! Jó, hogy csókolom, már komolyan mondom az én férjem! Elég, ne erőszakoskodj azon a gyerekkel! Ez neked szót, Jászmi. Te édes aranyos pocsok, te! Ez tényleg egy hülye. Mondom!